mi is tulajdonképpen az ortopédia, illetve mire irányul ez az orvosi szakterület? Hát az ortopédia traumatológia az úgymond a mozgás szerveknek a megbetegedése. Az ortopédia az a veleszületett tengelydeficit, malformációk, daganatos megbetegedések, a trauma meg egy sérülés után létrejött betegségről beszélünk. Valójában két része van, van az ortopédia és a traumatológia. Az ortopédia az, mind a neve is, ahogy mondja, a görög orthos paidosból jön. Az orthos az egyenes, paidos az gyermek, tehát egyenes gyermek megnevezésből jön. A traumatológia meg egyértelmű, hogy a trauma elnevezésből, a sérülésből. Ha már benne van a kifejezésben az, hogy ugye egyenes gyermek, akkor beszélhetünk a születéstől kezdve történő megfigyelésről, prevencióról, stb. És hogyha korosztályokra le kellene ezt bontani, akkor melyik az első lépés, az első szűrés úgymond születés után? Tehát az első szűrés az rögtön születés után van. Külföldön ez már kötelező, például a csípődiszplázia ekográfiai szűrése, amely annélkül a gyermek nem jön ki a szülészetről, a baba nem hagyja el a szülészetet. Tehát ez kötelező ellátás a szülészeten külföldön. Most, hál' Istennek, Romániában is kezded ez megjelenni. Marosvásárhelyen régóta csinálják. Nekem mind a két gyermekem nem jött ki a szülészetről addig, amíg nem volt ez a szülés megcsinálva. És kezdik ezt látni, hogy tényleg fontosabb a megelőzés és a szűrés, mint az, hogy kezelj. Például a diszplázia az egy olyan betegség, amelyiket, ha időben felismerjük, teljesen kezelhető. A diszplázia nem a csontok betegsége, hanem az izületi struktúráknak, az izületi tok struktúrája, lazassága, deformitása. Amúgy erre a felismerésre újabban jöttek rá, illetve elhangzik az, hogy hát külföldön ez most már természetes, úgy értsem, hogy nálunk ez még nincs beépülve teljesen a köztudatban. Mondhatnám azt, hogy 90%-ban beépült, viszont ezelőtt 10 évvel még nem volt így. Ez úgy alakult ki, ugyebár Ausztriának van egy 2,5 millió eset statisztikája, híres Graf professzor, aki stadializált az ekográfiai csípődiszpláziát, és ő életét annak áldozta, hogy ez legyen bevezetve, mert ő rájött arra, hogy ez egy Lyme betegség, és ezt kezelni lehet, hogyha időben felismerjük. És akkor így van a stadializálás, hogy első 3 nap szülés után, hogyha gyanú van, akkor a 3. hétben már lehet ismételni az ekográfiát, és akkor nem kell a gyereket röntgennek alá tenni, az egész kínoknak, hogy azt a kisgyermeket megfogni a röntgen alatt, nem mozogjon, egy pontos szöget bemérni, tehát sokkal precízebb a szűrés ekográfiával. És ez tulajdonképpen helyettesíti azt a bizonyos csipőficam tesztet, analízist, röntgent, igen, amit a 3 hónapos igen gyereknek? Tehát a csipőficamnak, tehát két dologról beszélünk, csipőficam, amikor az izület már el van távolodva a két izületi vég egymástól, és beszélünk a diszpláziáról, amikor egy patológiás állása van a csípőnek. Általában a diszplázia megelőzi a ficamot, az a ficamnak a kisebb stádium. És ilyenkor, hogyha a diszpláziáról beszélünk, akkor teljes mértékben kezelhető ez a betegség egészen serdülőkorig. Viszont nagyon fontos, hogy az első napokban elkezdeni ezt a kezelést. És maga az ekográfiai szűrés sokkal precízebb, azért, mert le tudjuk mérni az izületi struktúrának a geometriáját, és akkor ebből mi rá tudunk jönni, hogy igen, van diszplázia, vagy nincs. Ennek 4 fokozata van, és annak függvényében, hogy milyen fokozatról beszélünk, lehet kezdeni akár egy egyszerű kezelési típus, az egyes típusú diszpláziába, hogy gyerekre nem egy pelenkát teszünk fel, hanem 2 pelenkát. Úgy a benszülötteknél nincs diszplázia, miért? Mert a gyerekeket egész nap a hasukon vagy a hátukon széttett lábbal viszik. És ez javítja úgymond a diszpláziájukat és a csipőficamokat, és akkor innen, hogyha elkezdjük ezen az első napokban már kezelni, akkor serdülőkorra teljesen a betegséget el lehet felejteni. Ha megtörtént ez az elsődleges, legelső szűrés, itt ugye a veleszületett rendellenességet mérjük, próbáljuk kiköszöbölni, felismerni, stb. Később majd, ahogy a gyerek ugye növekszik, a különböző korosztályokban melyek azok a rendellenességek, amelyek megjelenhetnek, vagy akár szerzett rendellenességeknek nevezhetjük? Egyik legrosszabb, és amitől mi is a legjobban félünk, azok a mozgásszervi daganatok. Egyik legrosszabb része az ortopédiának,
mivel hogy egy agresszív betegségről beszélünk, egy alattomos betegségről, amelyik akkor mutatja úgymond az első jeleket, mikor már a baj eléggé megnövekedett, és sajnos a csontdaganatok fiatalkorban jelentkeznek. Lásd, az egyik legagresszívebb csontdaganat a Jung-szarkoma, amely 9-12 év között jelentkezik. Emellett beszéltünk tengelyeltérésekről, diformitásokról, ugyebár a diszplázia, a diszpláziának megvan az ellentéte, mikor egy mélyvápáról beszélünk. Ezeket nem tudjuk szűrni gyerekkorban, akár a daganatos betegségeket nem tudjuk szűrni sajnos, viszont oda kell figyelni minden kis jelre, és ez a szülőnek a feladata, hogy odafigyelj minden kis jelre, és mikor valami probléma van, akkor forduljon szakorvoshoz. Most konkrétan milyen jelekre kell figyelni? Mert ugye, ha mozgásszervekről beszélünk, akkor több minden szóba jöhet, illetve ha tünetekről is, és minden fejlődési szakasznak ugye megvan az a rész, ami úgy belefér még, vagy normális, és sokszor mondják azt, hogy hát még elnövi, vagy alakul, vagy mit. És ezért a szülőnek nagyon nehéz felismerni, hogy ez rendellenesség, vagy egy olyan dolog, amit ugye fejlődésben van. Most sokszor a szülők túlreagálják, túlaggódják a problémákat. Én, mint szülő, tudom, hogy én is túlreagáltam azt, hogy az én gyermekem nem akart elindulni. Van egy mondás, és így idézőjelben, hogy a lányoknak hamarabb indul el a szájuk, és a fiúk hamarabb indulnak el lábos. Ez így marad egész életben. Ez beigazolódott? Ez be is igazolódott, és ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy tehát megvannak a bizonyos stádiumok, növekedésre, súlygyarapodásra, arra, hogy a gyermek kúszni kezd, arra, hogy a gyermek négy kézláb kezd mászni, arra, hogy a gyermek feláll kapaszkodva, arra, hogy biztonságosan kezd eljárni, ezeknek megvannak a fázisok. Ezt jobban egy gyerekgyógyász vagy egy gyerekortopéd tudja elmondani. Viszont nem kell attól megedni, hogy most a gyermek nem kúszik, hanem egyből négy kézláb jár. Tehát kis jelek, amit akár vannak erre szakosodott gyerekgyógytornászok, akik ezt ki tudják venni a gyermekből, hogy egyszer nem akarja, nincs erre fejlesztve, vagy egy elmaradás. Viszont az egyik leggyakoribb jel, amire oda kell figyelni, azok a fájdalmak. Tehát mikor fájdalomról beszélünk, akkor oda kell figyelni, és meg kell tudni, hogy annak a fájdalomnak az okát. A köznyelvben ugye, és az egyszerű a laikusok köztudatában van egy ilyen kijelentés, hogyha a gyereknek fáj a lába, vagy igen, akkor növekedésben van, és annak is betudható ez a bizonyos időnként megjelenő, úgymond fájdalom, ami nem annyira zavaró, hogy ugye orvoshoz hussunk vele, de hogy növekedés, van ebben valami igazság, hogy van. Növekedésben van a gyerek? Van, persze. Maga a növekedés minden gyerekre, minden emberre szabott, egyénre szabott. Legtöbbször sportoló gyerekeknél jelentkezik ez meg, ugyebár a csontnövekedés az fulminás, és akkor lásd, kosaras gyerekek, akár a focis fiúk, a növekedés fulminás, és egyszerűen az izom és a lágyszövet rendszer nem tudja tartani a lépést ezzel a növekedéssel, és akkor ott megjelenik egy gyulladásos reakció, és megjelenik a fájdalom. Van konkrét kapcsolat a között a bizonyos sport és a növekedés akcelerációja között? Igen, előidézi minden, egyik a másikat? Minden sportnak megvan a megfelelő időpontja, amikor azt meg kell kezdeni. Tehát, és ezt nagyon jól kéne legyenek informálva a szülők, hogy igen, hogy az én gyermekem most sízni akar, vagy én, mint szülő, meg szeretném tanítani a gyermekemet sízni, hány éves kortól ajánlott. És úgy gondolom, hogy minden sportra megvan. Viszont az nem azt jelenti, hogy most a gyermeket óvjuk a mozgástól és a sporttól. Azért gyermek mozgásigényes, szüksége van erre, és akkor fontos, hogy ebbe bátorítani is. Viszont azt a sportot kell rátalálni, ami kornak megfelelő, és amivel nem ártunk neki. Mert hogy van egy ilyen tendencia, hogy a szülők minél korábban, minél többet szeretnének és minél kipróbáltatni. A gyerekekkel. Ha beszélünk egy picit a növekedésről, és eljutunk a serdülőkorig, melyek a jellegzetes problémák, hiszen ilyenkor teljes és erőteljes fejlődésnek indul a szervezet, és ez meglátszik valamilyen módon, és akár megjelenhetnek problémák. Gondolok itt a lábtartás, a talptartás, illetve a gerinc problémákra konkrétan.
Igen, hát most úgymond a számítógép, okostelefon, tablet időszakát éljük. És az online oktatásét is. És az online oktatás, igen, annyira nem befolyásolja, mert az online oktatás az általában a gyerekeknél asztalnál történik, viszont ez az ágyban ülés és telefonozás, ez a pozíciónak a rontását, és megjelenik az úgynevezett poszturális kifózis, az úgynevezett tartási gerincgörbület, ami nem egészséges, az úgynevezett tartási pup a gyereknél. Sok szülő jelentkezik ezzel a problémával, viszont nagyon szépen orvosolható, egyszerűen a gyereket kell arra ösztönözni, hogy saját magának ezt próbálja javítani, vagy léteznek erre kitalált hámok, fűzők, amit fel lehet helyezni a gyereknek, és az jelzi a gyereknek, hogy nem jó a tartása, és próbálja egyenesíteni a gerincét, vagy akár gyógytornával lehet ezt ügyesen korrigálni. A luttap az egy másik probléma. Az is egy olyan probléma az én szempontomból, hogy nem kell eljutni oda, és eldülőkorra probléma legyen. Gyerekkorban már ezt nagyon szépen lehet korrigálni. Lásd, lányoknál a balett. Szépen javítja ezt a lábtartást, bármilyen stimuláció, ami a talpon történik, ez segít. Mindig azt mondom, hogy régebb nem volt ennyi luttalpas gyermek. Miért? Mert kint szaladgáltak a kavicsba, mezitláb, semmi probléma nem volt, volt az a talpstimuláció és a maga a talpboltozatnak a saját korrigálása. Most a talpbetét és úgymond a talpolvasások ezek a modellkor betegségei. Amúgy ez egy örökölt probléma, rendellenesség, amit vagy felismerünk, vagy nem, mert hogy nem mindenki ismeri fel. Ugye a kisgyerek, amikor még totyog, vagy furán lép, akkor azt annak tudjuk be, hogy ő még kicsike, még nem tudja helyesen mozgását koordinálni. Mégis milyen kortól kell ezt jobban megfigyelnünk? Hát, több oka lehet. Lehet egy örökölt, igen, hogyha családban valakinek van, akkor ezt érdemes időben szűrni és utána nézni, viszont addig nem tudjuk szűrni, amíg a gyermek nem indul el. Konkrétan és vizuálisan hogy néz ki a luttalp? Szabad szemmel látható egy szülő számára is? A gyermek befele lép a lábán. Leggyakoribb jel, ami feltűnik, az, hogy a cipő belül kopik. És akkor ilyenkor a szülők észreveszik. Lehet neurológiai oka, tehát egy oxigénhiány születésnél, vagy egy elhúzódó szülési folyamat, tehát ezek mind hozzájárulnak valamilyen rendellenességhez. Vagy akár lehet egy intrauterin életnek, pozíciónak az utóhangja. Viszont ez nem egy olyan dolog, hogy születés után megtörténik. Tehát van predispozíció rá, viszont nagyon szépen lehet korrigálni. Vannak szülők, akik jönnek, és azért vannak megijedve, hogy a gyermek lábújhegyen jár. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert ezzel stimulálja a talboltozat kialakulását és görbületét, és ilyenkor mindig azt mondom, hogy ha gyermek lábújhegyezik, akkor hagyják, hogy csinálja. Nem rögzül be, és hosszú távon nem marad így? Nem. Amúgy ugye a cipőbetétek, a talbetétek, azok, amik ugye állítólag korrigálják ezt a dolgot, hány éves kortól ajánlottak ezek, illetve körülbelül mennyire húzamos ideig kell ezt viselni, hogy látható is eredményes legyen? Hát, nagyon fontos a gyermeknek attól a perctől kezdve, hogy ő felállt és kezd járni, ennek a követése és a megfelelő cipő hordása. Nem hiába vannak kisgyereknél a magas bokájú cipők, amelyeknek magasabb a bokája. Az azért van, hogy tartsa a bokáját és a sarokcsontját, hogy ne süllyedjen. Nem hiába vannak úgymond ezek a gyerekeknél, hogyha megfigyeltük, benyúlunk a cipőbe, akkor van egy kis boltozat a talp részén. Ezek mind azért vannak kitálva, hogy ezek segítik, mert a gyermek az egy nagyon rugalmas struktúra, mind szervezet, és ilyenkor nagyon szépen korrigálható. És éppen ezért nagyon sok szülő abban hibázik, hogy például egy 8 éves gyermek, neki lapos cipő kell, ami nem tesz jót. Vagy serdülőkorban, vagy 14-15 éves korban lányok már magas sarkú helyes cipő, ami megint nem jó, ami vezet az úgynevezett kalapácsúj kialakulásához, a hallux valgus kialakulásához, ezek mind rossz fele vezetnek, és nagyon fontos, hogy a cipő az legyen megfelelő. Mit jelent megfelelő cipő, és hogyan válaszunk tudatosan? Gyerekeknél mindig az úgynevezett ortopéd cipő,
Mindenki megijedettől a megnevezéstől, hogy hű, ez valami biztos, valami gyógyeszköz, nem. Tehát az, hogy ortopéd talpa van, az azt jelenti, hogy elősegíti a gyermeknek az anatómiás talp kialakulását, megelőzi a bokasüllyedés, megelőzi a lúgytalpat, ami erre való cipő. Tehát ezek a cipők nem azért voltak így kidolgozva, mert hát segítsünk valaki, hanem hogy megelőzzük ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Hogyan ismerjük fel a bokasüllyedéses gyereket? Hogyan néz ki az? Teljesen bokasüllyedéses gyermeket, mikor hátulról megnézzük például, akkor a sarokcsont legtöbbször kifele leáll mind a két oldalon, és a belboka az, ami a támaszon, tehát jóval sokkal befele lép. És ez is ugyanúgy korrigálható akár? Igen, korrigálható, meg ha eljut a gyermek egy olyan korra, akkor vannak minimivazív műtéti eljárások, amivel ezt szépen lehet teljes mértékben javítani. Melyek a leggyakoribb ortopédiai jellegű problémák felnőtt korban? A leggyakoribb az a kopás. A porckopás. Ez a leggyakoribb. Már népbetegségről beszélhetünk, és mondhatom azt is, hogy az idézőjelben az ortopédia szégyene. Mert nincs egy kezelés rá. Tehát beszélünk prevencióról, az tökéletes, aki betartja a prevenciót, egy egészséges életmód, a súlyra odafigyel, étkezés, dohányzás, alkoholfogyasztás, ezek mind hozzájárulnak a kopás folyamatához, meg beszélünk az öröklődött kopásról. Lásd, a diszpláziának szekunde, tehát egy ízületi inkongruencia van, és hamarabb kialakul a kopás. És nincs egy olyan kezelés, ami most ez meggyógyítsa. És akkor el kell jutni azzal a kopásig odáig, hogy egy protézis beültetni. Viszont egy protézis beültetése, egy protézisnek is van egy élettartama. És akkor itt aztán beszélhetünk a protézis cseréről, ami egy újabb műtét, sokkal nagyobb műtét, tehát ezeket mind meg kell előzni. Igen, viszont mit csinálunk, hogyha beszélünk egy fiatal betegről? Igen, egy diszpláziának szekundér csipőkopás, porckopás, mit tudunk csinálni? És akkor jön szóba a regeneratív medicina. Ha fiatal korban jelentkezik, mégis milyen korosztályra kell gondolni? És melyek a tünetek egyáltalán? Legtöbbször az indulási fájdalom. A beteg reggel felkár, mikor elindul, van egy kis fájdalma, diszkomfort a csípő, tehát legtöbbször ágyéki tájékban, tehát hátsó fájdalmak, fartáji fájdalmak és combcsont hátsó részi fájdalmak soha nem jelentenek csípőizületi kopást. Legtöbbször ez az indulási fájdalom, mikor egy pár métert megtett, akkor már bemelegszik az izület és nincs fájdalom. Csípőizületnél oda kell figyelni, hogy nagyon sokan jönnek tért probléma, hogy fáj a térd. És mikor kivizsgáljuk, akkor csípő izületi kopása van. Ilyenkor a betegek elvesztik a bizalmukat is az orvosnak, mert hiába neki be van rögzülve az, hogy a térde fáj, viszont a csípőben van a probléma, és ezt nem hiszi el, eljár 3-4, akár több orvoshoz is, amíg erről megbizonyosodik. Hát erről kell tudni, hogy ezek kis jelek, amire oda kell figyelni, és hogyha odafigyelünk, időben tudjuk kezelni. A leggyakoribb probléma, amiről ugye nagyon sokszor hallunk, az, amikor valakinek a térdével van bizonyos probléma, tehát, hogy nem tud szaladni, vagy gyorsan közlekedni, mert hogy fél attól, hogy idézőjelben kiakad a térde, vagy víz gyűlemlik ott fel. Általában ajánlotta a műtét, amit nagyon sokan elnapolnak, vagy egyáltalán nem veszik figyelembe ezt a lehetőséget, félelem miatt, és akkor így évekig szenvednek ezzel a problémával. Mi az igazság? Van benne igazság. Tehát a buzgó sportolás, és az úgymond én úgy nevezem, hogy gondolkodás nélküli sportolás, túlhajszolás. Lásd, egy fiatal legyen, aki elhízott, próbál lefogyni, és akkor azt csinálja, kezd szaladni. Tehát a térdről azt kell tudni, hogy ő a teherbíró izület egy szervezetnek, egy testnek. A csípő az, ami átveszi a súlyt, és továbbadja a térnek, viszont a térd az, amelyik viszi. Egy komplex struktúra, éppen ezért a funkciójából adódóan, tehát neki nagyon fontos az, hogy védekezzen, nagyon fontos az, hogy a
porc felszínt, azt meg is tartsuk. Éppen ezért vannak az úgynevezett porckorongok. Egy egyszerű példa rá, ez úgy működik, mint a vonatnak az ütközője, hogy átveszi a sokkot lépésnél, ugrásnál, szaladásnál, és nem engedi, hogy az a sok az ízület szintjén vezetődjön egyből a porc felszínen, hanem egyszerűen az a garnitúra átveszi ezt az egész teherbírást. Ebben a korban jelentkeznek az úgynevezett kisebb sportbalesetek. Egy egyszerű kis porckorongsérülés, amivel nem foglalkozunk, legtöbbször akutan megjelenik a fájdalom, utána elkerülünk egy orvoshoz, felír egy gyulladást, csökkentett egy fájdalomcsillapítót, és akkor megjelenik az úgymond szüneti periódus, mikor nincs fájdalom, mozgás, korlátozottság nincs, viszont egy 10 év múlva annak a betegnek problémái lesznek, mert úgynevezett egy kis porckorongsérülés, ami idővel kopáshoz vezet, és kialakul a szekunder porckopás. És ilyenkor már, mikor a betegek eljutnak hozzánk, már egyedüli dolog, amivel tudunk segíteni, az úgymond artroplasztika, a térd ízületnek a felszínpótlása. Viszont akkor, mikor megtörténik a probléma, most hál' Istennek létezik az úgynevezett mágneses rezonancia kivizsgálás. Azon látjuk az ízületi struktúrát, látjuk, hogy megtaláljuk a problémát, és minimum invazívan tudjuk orvosolni. Tehát az artroszkópos műtétekkel, tétpatológiában nagyon messze vagyunk, úgy itt Vásárhelyen is, tehát nagyon fontos az, hogy egy kis lépéssel úgymond világot mentsünk későbbre, egy ember életét elég komolyan be tudjuk folyásolni, megakadályozzuk azt, ami történhet egy 10 év múlva, a porckopás. Melyek azok a rendellenességek, amelyeket kimondottan a kor, illetve az öregedés számlájára lehet írni? Úgy nőknél, mint férfiaknál. A leggyakoribb az a porckopás. Tehát ez az, ami egyik leggyakoribb betegség. A másik az oszteoporózis. Ez már sajnos nem az ortopédia szakterületére tartozik, hanem az endokrinológiára. Ez a posztmenopauzális csontritkulás, amire érdemes minden hölgy odafigyeljen. 50 év fölött már vannak úgynevezett étrendkiegészítők, amivel ezt lehet korrigálni, és úgy meg lehet szokni azt, hogy minden évben egy 3-6 hónapos kurát végigcsinálni, ezzel csak az egészségünket, mert ugye vár egy csontritkulásról beszélünk, közben jöhet a szekundértörés a csontstruktúrának a ritkulása miatt, más problémák is következhetnek emiatt. A másik meg a porckopás és a gerinc problémák, amik az időseket úgymond megkínozzák. Ha már gerinc problémákról esett szó, ugye a helyes testtartás ugye az elsődleges, illetve a helytelen testtartás problémákhoz vezet. Nagyon sok tévhit van például a matrac választása körül, egyesek arra esküsznek, hogy kőkemény legyen, stb. Most ugye megjelentek az új generációs memória hubból készült matracok. Melyik a legszerencsésebb választás, illetve befolyásolják ezek egyáltalán a gerincünket? Befolyásolják, viszont én azt tudom tanácsolni, hogy azt vegyük, ami kényelmes, és nem minden, ami nagyon drága, az jó is. Tény és való, hogy az egyenes felszín, a kemény felszín segíti a poszturális korrekciót. A memória hub az mit csinál? Az átveszi a testnek a vonalait, és azt megtartja úgy, ahogy van. Tehát nem is javít, nem is ront rajta. Hogyha kettő között kéne, akkor azt mondom, hogy igen, az, ami megvan, és már megszoktunk vele élni, azt ne próbáljuk korrigálni, azt hagyjuk úgy, és akkor a memória habos az, ami segítene valójában. Igen, tehát attól függ, hogy ki használja, és milyen problémára. Viszont én úgy gondolom, hogy a memória hab, mint ortopédiai megelőzés is, nem csak matrac szempontjából, például vannak ortopéd cipők, memória hab talpa. Ezek is sokat segítenek. Ugye nagyon gyakori a rossz testtartású ember, ugye ezeket vagy látjuk, vagy nem szabad szemmel, de hogyha kimondottan az orvosi tapasztalatra hivatkozunk, akkor mi az eredmény mondjuk statisztikailag, hogy 10-ből hány ember áll, illetve ül helyes pozícióban manapság? Hát lehet, hogy meglepő lesz, de szerintem van 1-2.
Lehet ezeket akár egy... felnőtt korban korrigálni a testtartásunkat, vagy javítani egy picit a gerinc ferdülésünkön kialakult? Lehet egy picit leállítani. Most az is fontos, hogy milyen típusú gerincferdülése, mert ha egy veleszületett ferdülés, vagy genetikai predispozíció, genetikai elváltozásról beszélünk, ott nem tudjuk befolyásolni. Ott egyedüli dolog megvárni a csontosodás lezáródását és a műtéti korrekció. Viszont igen, egy posturális rossz tartást azt lehet. Vannak ilyen gyakorlatok, amiket otthon esetleg lehet végezni, vagy amire odafigyelni a hétköznapokban? Vannak, és a szükséglet úgy kéri, hogy vannak gyógytornászok, akik erre vannak szakosodva. És akár viszont nem kell feltétlenül gyógytornászhoz fordulni. Én úgy gondolom, hogy például aki tud és szeret úszni, heti két úszás az egy tökéletes posturális korrekció. És akkor akár elmondható, hogy a gyerekek esetében is kisgyerekkorban talán az úszás az a sport, amivel érdemes kezdeni, ha erre a része is gondolunk. Nincs testsúlyterhelés, nem terheljük túl az izületeket, posturális korrekcióval, tehát a vízcsodákra képes. Ez egy ideális választás. Mi a kapcsolat az ortopédia és a traumatológia között? Hát egyedüli kapcsolat az, hogy mozgásszervek foglalkozik ugyanaz a szakág. Külföldön már külön van osztva, hogy külön ortopédus és külön traumatológus. A Kelet- és Közép-Európában azért még megmaradt ez az ortopéd-traumatológus elnevezés. Valójában az ortopéd, ahogy mondtam, hogy veleszületett tengelyeltérések, veleszületett csontrendszeri betegségek, mozgásszervi betegségek. A traumatológia meg egy sérülés után bekövetkezett patológiával foglalkozik. Lásd a csonttörések, lásd ízületi ficamik, rándulások. Hogyan változott az évek folyamán az ortopédia szakterülete, úgy mint módszerek, úgy mint technikai vívmányok? Mit lehet most jobban csinálni, többet, több problémát megoldani a technikának köszönhetően? Hát egyre több patológiát tudunk megoldani. Mint minden más tudományág, ez is fejlődik, és rohamosan fejlődik. Mondhatnám azt, hogy hullámzon. Tehát van egy ilyen 5-10 év csendélet, és utána egyből valami megemelkedik, valami új jelenkezik, amit akkor mindenki rááll, és azt próbálja fejleszteni. Egy egyenletlen elosztás, viszont a beteg javára van ez az egyenletlen elosztás a fejlődésben. Ugyebár régebb, ahogy beszéltünk a térdsérülésekről, megoldották klasszikus műtétekkel, nagymetszések, nagyműtétek, izületfeltárással, sok komplikációval. Most egy egyszerű artroszkopos beavatkozással a térpatológiában körülbelül 70%-át a betegségeknek meg lehet oldani. Egy, ami fejlődött megint, ahogy mondtam, az izületi porckopás, mivel hogy az ortopédia szégyene idézőjelben, ez azért, mert nem találtak fel egy kezelésre, viszont maga a protézis dizájnok annyira változtak, hogy egyre anatómiásabb legyen az az új ízület, egyre jobban megfeleljen, sőt, akár most beszéltünk egyénre szabott protézisekről, hát egyszerűen egy CT felvételt csinálunk az ízületről, azt beküldjük a protézisgyártóhoz, és az egyénre szabott, egy használható műszerkészlettel küldi a kórháznak az implantátumot. Egy másik, ami nagyon változott, és most nagyon kezdett bejönni, az a regeneratív medicina. Ugyebár az őssej csodákra képes át tud alakulni szövetté, ott, ahol ő be van fogadva, és ezt most nagyon kezdtük használni a csontinfarktusokba, ízületi porckopásba, ami egy nagyon nagy lépés, úgymond az ortopédia, tehát ez lehet akár a porckopás kezelése, tehát az a kezelés, ami eddig még nem létezett. Viszont kezdeti stádiumban fel kell ismerni időben azt a kopást is úgy elindítani, tehát ha nincs az ősejtnek egy szubsztrátum, ő nem tud átalakulni. Egy másik nagyon hatásos fejlődés az a robotsebészet bevezetése. Az ortopédiában is kezdődött ez a robotsebészet használata, sokkal precízebb, mint az emberi kéz, vagy az emberi számítás. Tehát egy egyszerű, ezt nagy vonalakban úgy lehet elképzelni, hogy egy
CT felvételt csináljunk, azt bevezetjük egy számítógépbe, és a számítógép egy adott program kiszámítja, hogy milyen típusú protézis, mennyit kell ezek állni abból a csontból, mennyit tudunk megtartani, mi az egészséges csontszövet, és akkor ez rövidíti a műtéti időt, mert nem akkor műtét alatt kell ezeket kiszámolni és megfigyelni, hanem egyszerűen a robot végzi a dolgát, mi csak a műszereket tartjuk oda. Ha már protézisekről és implantátumokról esett szó, erről ugye a pácienseknek mindig a hatalmas költségek, illetve anyagi terhelés jut eszükbe. Mennyire támogatottak a páciensek ezen a területen? Támogatottak, mondhatnám, hogy 100%-ban. Ez attól is függ, hogy milyen egészségügyi egységről beszélünk. Egy egyetemi központról, ha beszélünk, én mondhatnám azt, hogy a biztosítás teljes mértékben támogatja. Léteznek az úgynevezett nemzeti programok, amik támogatják az implantátumok költségeit. Ugye bár ezek az implantátumok elkezdődnek 1000 eurótól, és felmehetnek akár 20-30 ezer euróra egy implantátum, és ezeket teljes mértékben támogatja az állam. Viszont itt van egy kis limitáció olyan szempontból, hogy van egy várólista. És egy beteg, mikor hozzánk fordul, akkor feltesszük a várólistára, és ő azt ki kell várja, azt a 3-6 hónapot, egy évet, amennyi az attól is függ, hogy az illető kórház mennyire van finanszírozva a biztosítóház által ebből a programból, milyen összeget kap, milyen keresete van a kórháznak, hány páciense, hát nagyon sokat számít, sok mindentől függ ez, hogy milyen hamar kerül a beteg műtétre. Vagy vannak úgymond a résztámogatások, mikor a biztosítóház ki tudja fizetni az implantátumot, viszont a kórháztatás, kórházi ellátást azt a beteg ki kell fizesse, ami ez is egy nagy előny a beteg számára. Konkrétan, hogyha ide önökhöz az ortopédiára jön egy páciens, milyen szolgáltatásokat vehet igénybe, illetve milyen eszközrendszer áll rendelkezésére? Úgy gondolom, hogy itt ezen a klinikán, ami egy sikeres és biztonságos műtét elvégzéséhez szükséges, abszolút úgy anyagi, mint emberi forrásunk megvan. Én úgy látom, hogy egy nagyon nagy csapat és jó csapat áll a háttérben, elkezdve az altatóorvostól egészen a műtős asszisztensig teljes mértékben odaadóak és implikálódnak a beteg ellátásában. Ami a gépezetet illeti, úgy gondolom, hogy bármilyen műtétet el tudunk végezni biztonságosan. Igen, vannak hiányosságok, mint bármelyik klinikán, viszont azok minimálisak, és azt, hogyha mi tudjuk például, hogy 2 nap múlva van egy ilyen patológiai betegünk, és azt műtétre van kiírva, akkor mi azokat a hiányosságot előre tudjuk küszöbölni, olyan szempontból, hogy le tudjuk rendelni azt a hiányos eszközt, vagy bármi is, ami kell a beteg ellátásához. Fontos az, hogy előtérben mindig a beteg élete, a beteg egészsége van. Történt meg olyan is, hogy műtét előtt kellett közölni a beteggel, hogy napoljuk a műtétet, mert nincs valami. Tehát minthogy neki fogjunk és műtét közben próbáljunk improvizálni, akkor inkább még 1-2 nap halasztást kérünk a betegtől.